Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban a nyári időszakra vonatkozóan adunk táplálkozási tanácsokat. A témával kapcsolatban vendégem Király Éva dietetikus lesz, akivel videóhívásban beszélgetünk. Üdvözlöm a műsorban, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Alapvetően a nyári hónapokban hogyan érdemes étkezni, mennyire fontos az, hogy nyáron is figyeljünk a szezonális táplálkozásra? Mindenféleképpen fontos szerintem, hogy a szezonálisan táplálkozzunk. Igazából ez az egész évre nézve ideális, hogy szezonális ételeket fogyasztunk, mert mindig azokban van a legtöbb tápanyag. Ilyenkor nyáron, amikor a napon és nem ugye fólia alatt érlelődnek a gyümölcsök, zöldségek, sokkal több vitamint, ásványanyagot, összességében tápanyagot tartalmaz. Úgyhogy nagyon sok ilyen gyümölcsöt, zöldséget célszerű, hogyha tartalmaz az étkezés a nyári időszakban. Ráadásul ugye a nyáron meleg van, és ilyenkor sokkal célszerűbb, illetve a szervezet számára is sokkal kedvezőbb, hogyha ezekből fogyasztunk többet. Egyrészt azért, mert nem is kívánjuk a kalóriában gazdag ételeket ilyenkor, megterheli az emésztőrendszert is a nagy melegben. Ráadásul a gyümölcsöknek, ezeknek az alacsony kalóriatartalmú zöldségeknek pedig hűtőértéke is van az ilyen friss salátaféléknek, ami segíti a szervezetet lehűteni gyakorlatilag ebben a nagy melegben. Említette is, hogy ilyenkor nem igazán kívánjuk a nehezebb ételeket. Mi az oka annak, hogy ilyenkor inkább a hidegebb élelmiszereket kívánjuk, illetve miért fontos az, hogy azért ügyeljünk arra, hogy ne csak ilyeneket fogyasszunk? Mivel a kinti hőmérséklet ugye elég magas ilyenkor nyáron, alapvetően is izzadunk. Az izzadás folyamata maga, az tulajdonképpen a szervezet lehűtése. Azért izzadunk, hogy hűtsük a szervezetet. Ilyenkor a szervezet is számára is sokkal kedvezőbb, illetve nyilván kívánjuk ezeket az ilyen típusú, az ilyen hatású hűtőértéke van a déli gyümölcsöknek, a narancs citrusféléknek, a bogyós gyümölcsöknek, a baracknak, az almának. Ezek mind nagyon frissek, sok folyadékot is egyébként tartalmaz némelyik, tehát egyrésztről ilyenkor a megnövekedett folyadék igényünket is részben tudjuk pótolni, bár ez nem jelenti azt, hogy ki is tudjuk váltani, de hogy sokkal jobban esik a szervezetünknek az ilyen lédús, friss, könnyű, az emésztés szempontjából is könnyen emészthető étel, hiszen a nagy meleg egyébként megterhelni az emésztőrendszert is, meg a szervezetet is, hogyha most arra kellene energiát fordítania a szervezetnek, hogy mondjuk egy ilyen nagyon zsíros, nehéz, magas kalóriatartalmú ételt kellene megemésztenie. A cél persze nyilván ilyenkor is az, hogy minél változatosabban sokféle ételt együnk, de az étrendünket úgy tudjuk összeállítani, hogy ezeket a friss, könnyen emészthető ételeket tartalmazza. A színeket ugyanúgy meg tudjuk tartani a tányérunkon, sőt, ilyenkor nyáron, mivel sokkal több friss étel és friss és a napon termett zöldség, gyümölcs alapanyag áll rendelkezésünkre, ezért ebben az időszakban még jobban meg tudjuk valósítani ezt, hogy színeket is együnk, aminek meg ugye egészségügyi hatása is van, hiszen a színek azok antioxidánsokat is tartalmaznak, ami az oxidatív folyamatokat tudják a szervezetben mérsékelni. Arra érdemes figyelni, hogy ugyanúgy együnk rendszeresen, ne együk túl magunkat, illetve, hogy azért meglegyenek a makrók fehérje, jó minőségű zsiradék és a jó minőségű, magas rost tartalmú, de keményítő tartalmú szénhidrát forrás is. Vannak esetleg olyan ételek, amelyek nem igazán ajánlottak ilyenkor a nyári melegben, vagy érdemes inkább elkerülni? Persze, nyilván, amit az előbb is már említettem, az ilyen nagyon magas kalóriatartalmú, nagyon zsíros ételek, ami egyébként nem mindig jön össze, már olyan szempontból, hogyha mondjuk lemegyünk egy strandra, akkor azért ugyanúgy a bőolajban sült krumplit lehet vásárolni, a hamburgereket lehet kapni, a lángost lehet kapni,
a sült halakat, mondjuk az igazából annyira nem rossz szerintem ebből a szempontból, hiszen lehet jó köretet választani hozzá. Tehát, hogy azokat a típusú ételeket célszerű ilyenkor kerülni, hiszen önmagában a meleg is eléggé megterhelő a szervezet számára. Tehát nem cél, hogy az étkezésünk által tovább terheljük a szervezetet. Úgyhogy én ilyenkor azt javaslom, hogy az ilyen nagyon zsíros, vagy bőzsírban készült ételeket célszerű mellőzni ezekben az időszakokban. Ilyenkor a nyári hónapokban ugyebár a nagy meleg hatására fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. Mekkora mennyiség ajánlott mondjuk napi szinten, illetve mi az, amit ilyenkor ajánlott fogyasztani? Elsődleges folyadéknak a vizet mondanám, a tiszta, friss vizet mondanám. Az a legeslegjobb a szervezet számára. Az izzadás ugye meleg miatt jelentős mennyiségű folyadékot veszít a szervezetünk, úgyhogy ezt mindenféleképpen fontos pótolni, hogy elkerüljük a kiszáradást. Például, hát hogy nem is tudom ugye mennyiséget meghatározni, jóval többre van ilyenkor azért szükségünk, ha mondanom kellene tényleg egy ilyen konkrétabb mennyiséget, akkor azt mondanám, hogy körülbelül olyan 4 deciliter per test, 10 kilónként, tehát 10 testtömeg kilónként 4 deciliter, azzal tudunk kalkulálni. Nyilván egy bizonyos testsúly mennyiség fölött ezt nem kell arányosan, mert mondjuk, nem tudom, ha valaki 100 kiló fölött van, akkor nem kell mondjuk 6 liter vagy vizet adott esetben meginnia, de azért ezt ilyen normál keretek között lehet tartani, és körülbelül ez az a mennyiség, többet kell ilyenkor fogyasztanunk. Erre ezt is úgy érdemes, hogy nagyjából egyenletesen elosztva a nap folyamán, folyamatosan hozzájussunk a folyadékhoz. Ha valaki mondjuk a vizet unalmasnak találja, vagy nem is tudom, most hirtelen ez a szó jutott eszembe, lehet nyilván ezt egy kicsit variálni, hogy izgalmasabbá, vagy valahogy ízesebbé tegyük az elfogyasztott folyadékot, anélkül, hogy mondjuk a cukros üdítőket választanánk például. Tudunk esetleg néhány tanácsot adni a nézőknek azzal kapcsolatosan, hogy cukros üdítők helyett hogyan tudják feldobni mondjuk a vizet? Persze, éttermekben már egyébként nagyon sok helyen adnak ilyen úgynevezett természetes ízesített vizet, amiben citrusféléket lehet bele karikázni, mondjuk citromkarikát, vagy narancskarikát, lánykarikát, esetleg bogyós gyümölcsöket is bele lehet tenni, uborkát is vékonyan szelve bele lehet tenni, és az is megízesíti a vizet, hozzá néhány zöld fűszernövényt, a mentát például, ez egy picit ugye a menta, mentolos alapanyagoknak a hűtő hatása és a hideg érzetet is ad nekünk, tehát hogy ez mindenféleképpen ilyenkor frissítő hatású. Olyan limonádét is lehet készíteni, hogy mondjuk citromlevét bele facsarunk, és mentaleveleket beleteszünk egy kis jéggel. Én azt javasolnám leginkább, hogy ilyenkor ne édesítsük, de hogyha tegyük fel, mondjuk egy nagyon picike kis méz belekerül, akkor ez nyilván nem probléma. Csak az ilyen bolti, fruktózzal édesített, cukros, szénsavas üdítőitalok helyett ezek rendkívül ideális alternatívák. Ebben az időszakban, így a nyári hónapokban szükséges, vagy ajánlott esetleg méregtelenítő kúrákat végezni? Hát ezt nem feltétlen mondom, hogy szükséges, de alapvetően azért ezek a bizonyos időszakonként beiktatott rövidebb, aki már ebben profibb, vagy egy ilyen aszketikusabb alkatnak akár hosszabb böjtöket is, vagy méregtelenítő kúrákat szerintem célszerű. Tehát időnként tehermentesíteni a szervezetet, az mindenféleképpen hasznos hosszú távon. Nem lehet csak úgy mindenféle utána olvasás vagy alapvető és valós ismeretek nélkül, hiszen azért ez visszafelé is elsülhet. Nagyon sokféle ilyen méregtelenítő, tisztító kúra létezik. Aki még soha nem csinált ilyet, az mondjuk kezdhet ilyen egyszerűbbekkel, hogy
hogy ami egyébként ilyenkor meleg időben sokkal könnyebb is, tehát hogy azáltal, hogy kevesebb a kalóriaigényünk, kevesebb a sokkal magasabb a folyadékigényünk, és kevesebb ételt, szilárd ételt is kívánunk, ezért sokkal könnyebben megvalósíthatóak ezek a méregtelenítő tisztítókúrák. Itt lehet olyat is tartani, hogy mondjuk egy-egy gyümölcsnapot, vagy zöldségnapot, vagy valaki lénapot is tarthat, tehát hogy zöldséglevek, gyümölcslevek, tojicokkal, rengeteg vízzel, ilyen zöld, színes, piros, sárga alapanyagokkal, ami tele van természetes tápanyagokkal, tehát ilyenkor ezek abszolút lehetnek, vagy valaki mondjuk azt csinálja, hogy ilyen leveskurát tart mondjuk, és akkor zöldséglevest eszik egy-két napig, de ugyanúgy lehet zöldség alaplével, vagy hús alaplével is néhány napos kúrát tartani. Általában ezeket mondanám most így első körben, természetesen úgy, hogy nincsen semmilyen olyan komolyabb egészségügyi ok, ami mondjuk ezt alátámasztaná. Ami még nagyon jól működhet, azaz, és nagyon trendi manapság, egyre többen hallanak róla, vagy alkalmazzák, ez az időszakos böjt, ahol bizonyos időablakban fogyasztjuk el az ételeket, és az azon túl lévő időszakban, órákban meg nem viszünk be semmilyen szilárd ételt, illetve semmilyen olyan folyadékot sem, ami már beindítja az emésztési folyamatokat. A leggyakoribb, mondjuk egy 24 órás időintervallumon belül, a 16-8 órás időszakos böjt, ami azt jelenti, hogy 8 órás időablakban fogyasztunk ételt, és 16 órás időablakban pedig egyáltalán nem. Ezt úgy kell mondjuk elképzelni, tegyük fel, hogy mondjuk, ha valaki reggelizik és reggel éhesebb, akkor mondjuk reggelizik, nem tudom, 9 órakor, és vacsorázik 5 órakor, tehát a 9 és az 5, délután 5 óra időszak között mondjuk 3-szor étkezik, és délután 5-től másnap reggel 9 óráig nem fogyaszt semmit. Csak folyadékot. A folyadék nyilván lehet víz, lehet gyógytea, de ide már a gyümölcsös vizek, turmixom sem férnek bele, mert akkor már elkezd emészteni a szervezet. A kávé bele tud férni abban az esetben, hogyha az nem teljes kávé, vagy nem cukros ízesített kávé, hanem csak natur kávé önmagában. Abba esetleg bele lehet tenni egy kis kanál vajat zsiradékként, hogyha valaki mondjuk igényli a kalóriát. De hogy ez fontos, hogy abban az időablakban, amikor nem fogyasztunk semmilyen ételt, akkor csak ezeket a típusú folyadékokat fogyasszuk, mert akkor tud a szervezet méregteleníteni. Beszélgetésünk végéhez közeledve arra kérném, hogy bár már érintettük néhány gondolat erejéig, foglaljuk össze, hogy néhány tanáccsal lássuk el a nézőket, hogy hogyan érdemes a nyári nagy melegben étkezni, hogyan nézzen ki egy napi étkezés. A nyári nagy melegben, lévén, hogy sokkal magasabb a hőmérséklet, kevesebb ételt kívánunk, ami nem is probléma. Egyáltalán. Emellett azért fontos, hogy ugyanúgy megmaradjon a rendszeres étkezés, tehát a minimum napi háromszori étkezés, egy reggelivel, ebéddel, vacsorával. A reggelinél, illetve mindegyik főétkezésnél célszerű arra törekedni, hogy idényszerű gyümölcsöket, zöldségeket, könnyen emészthető friss ételeket fogyasszunk. Nagyon jó típusú étel reggelire például egy könnyű műzli friss gyümölcsökkel, vagy kenyér, szendvicsfélék, pirítós kenyerek, különböző zöldségkrémekkel, egy kis pástétomokkal például, sok friss zöldséggel. Nagyon jól fogyaszthatóak és használhatóak ezek a zöld salátafélék, a madársaláta, a rukola, a baby spenót például, nagyon jól lehet főétkezések mellé is ezeket használni. A könnyen emészhető fehérjeforrások, a friss tengeri halfélék, tengeri herkentyűk, a szárnyasok, jó minőségű tejtermékek,
Ezek hüvelyesek például, mint növényi fehérjeforrások, ezek mellé mondjuk zöldségköreteket, salátaféléket, szénhidrát forrásnak mondjuk valamilyen főtt gabonát, ami nem csak mondjuk hogy a rizsben kell, hogy kimerüljön, de nagyon jól lehet használni a bulgurt, a kinoát, a kölest, a hajdinát, ezekkel ilyen jó, könnyű, zöldséges ételeket abszolút lehet készíteni. Tehát a cél az, hogy ne terheljük ebben a nagy melegben tovább a nehezen emészthető ételekkel a szervezetünket. Ilyenkor, mivel egyébként is a napfényen érnek meg az alapanyagok, élelmiszerek, ezért friss ételeket fogyasszunk, hogy minél több tápanyaghoz hozzájussunk. Ilyenkor a vitamin bevitelünk nagy részét, a vitamin igényünk nagy részét tudjuk biztosítani a napon érlelt és termett alapanyagokkal. Tehát, hogy könnyű, könnyen emészthető, friss, színes, tápanyagban gazdag ételeket fogyasszunk, emellett pedig figyeljünk a bőséges folyadékbevitelre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, illetve a hasznos tanácsokat. Én is nagyon szépen köszönöm. Ez volt már az Egészség mentén. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!